Úgyhogy a mi álláspontunk az az, hogy meg kell védeni Magyarországot, meg kell védeni Európát, és nem ide kell hozni a bajt, hanem oda kell vinni a segítséget. Annak idején, amikor a magyar miniszterelnök Orbán Viktor először megtette a javaslatait, akkor tulajdonképpen erről beszélt, hogy az Európai Uniónak érezhető léptékben kell fejleszteni az afrikai mezőgazdaságot, a közép-ázsiai országoknak a gazdaságát, az arab világot, mert csak ez lehet megoldás arra, hogy ezeket az embereket a saját szülőföldjükön segítsük a boldoguláshoz. Most, hogy mit kell tenni azért, hogy Afrikának vagy a közép-ázsiai térségnek a népesség robbanása megálljon, az meg egy még messzebb vezető kérdés. Azt egyébként az Európai Unió önmagában nem is tudja megoldani, de az napnál világosabb, hogy azzal, hogy az Európai Unió azt gondolja, hogy ezeken az embereken és ezeken a térségeken úgy segítünk, hogy nagy mennyiségű migráns befogadunk Európába, ez nem megoldás. Viszont számunkra szinte felmérhetetlen veszélyeket hordoz magában. Most ennek a küzdelemnek nagyon sok fázisa volt. Az egész migráció, ugye, ami úgy 2014 körül látszott, hogy ki fog robbanni, és megindul ez az áradat, ugye az arab tavaszt meg az ukrán forradalmat követően, látszott, hogy ezzel valamit tenni kell. Magyarország volt az első ország, amelyik azt mondta, hogy már pedig védekezni kell, megvédeni magunkat, és oda kell vinni a segítséget. Ez a vélemény, ez egyáltalán nem általános. Akkor csak egyedül voltunk velük ezzel a véleménnyel. Ma már az elmúlt két és fél évben, azt kell mondjam, hogy 2015-től kezdődően szinte mindenki ezt mondja, tehát óriásit változott az európai politika. Főleg az európai választóknak, az európai polgároknak a véleménye, de ez nem jelenti azt, hogy a brüsszeli politikai mainstreamnek megváltozott a véleménye. Hogy megértsük, hogy ennek mi az oka, arra majd ki fogok térni, azt viszont láthatjuk, hogy a brüsszeli bürokraták és az ilyen brüsszeli politikusok, azok még mindig azon az állásponton vannak, hogy a bevándorlás az nem veszély, hanem lehetőség Európa számára, és azon dolgoznak, hogy felső korlát nélkül hozzák be Európába a migránsokat.